Itt van a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központja. Ide érkeznek a gyermekek veszélyeztetésével kapcsolatos jelzések. Jó napot kívánok, Rüdvön Anna Mária vagyok, Nagy Attáról a Család és Gyerekjóléti Szolgálat, amiben segíthetek. Ők azon szervezetek képviselői, amelyek a jelzéseket küldik. Iskolák, óvodák, védőnök, háziorvosok, gyámhivatalok, rendőrség, önkormányzatok. 730-nál is több jelzés érkezett tavaly a járásból a gyermekjóléti szolgálatokhoz. A fő veszélyeztető okok, amiatt a jelzések érkeztek, kiskorú elhanyagolása veszélyeztetése, valamint nagyon magas számú iskolai igazolatlan hiányzások voltak. A legjellemzőbb problémákra sajnos nem tudunk hatásos intézkedéseket tenni. Itt eszköztelenek vagyunk, úgy érezzük. A múlt évről szóló beszámolóban elhangzott, sok gyereket ki kell emelni a családból. A veszélyeztetettség oka az általában a szülőkben, a családba keresendő. A szülők szociokulturális háttere, a nevelési feltételek és a nevelési attitűdök egyértelműen megváltoztak az utóbbi időben. Ezek azok a legfontosabb problémák, amik a gyerekeket negatív irányba viszik tovább. Mondhatjuk azt, hogy nő a mély szegénység például? Igen, az anyagi problémák az egyik legmagasabb számba előforduló veszélyeztető tényezők. Nagyon sok a veszélyeztetett gyerek a járásban. Tavaly 350-nél is többet érintett valamilyen hatósági intézkedés. A nagyatádi gyerekekkel kevesebb gond van, mint a környékbeliekkel, hangzott el a tanácskozáson. Ám összességében valóban súlyos a helyzet. Ahogy az emberek problémái egyre súlyosabbak és egyre sokasodnak is, sok esetben mi ezekkel szemben sajnos eszköztelenek vagyunk. Nem tudunk pénzt adni, nem tudunk megélhetést adni. Nagyon sok esetben jönnek be hozzánk, hogy adjunk 1000-2000 forintot. Megpróbálunk mindent megtenni, viszont azt is tapasztaljuk, hogy ezek a kliensek a saját maguk helyzetüknek a javítására úgy gondolják, hogy nekik tennivalójuk nincsen, tehát hogy tapasztalatunk az, hogy mindent tőlünk várnának el. Azért a családsegítő és az észlelőrendszer munkatársai is igyekeznek jobbá tenni a segítőhálót.